Szeretettel köszöntöm Önöket, tisztelt nézőink! A Lólépésben Sakkmagazin 2017 márciusi adásában vagyunk. Én Gunyec Zoltán műsorvezető vagyok, állandó műsorvezetőtársam, szakértőnk pedig Varga Péter, nagymester, nemzetközi mester. Én is mindenkit üdvözlök. Az előző adásunk óta peregtek az események a megyei és a régiós sakkéletében. A megyei csapatbajnokságban három forduló lebonyolítására került sor, és úgy szintén három forduló történt az NB2-ben. Óriási küzdelmek voltak a megyei csapatbajnokságban, először erről szeretnénk beszámolni. A megyei csapatbajnokság negyedik fordulójában a nagyhalászi fiatalok fehérgyarmattal mérkőztek meg. A papírforma fehérgyarmati, azaz hazai sikert jósolt. A lelkes nagyhalászi általános iskolások azonban, mert el kell, hogy mondjam, a nagyhalászi csapat néhány felnőttből és a helyi általános iskola sakkozó diákjaiból áll, igen eredményesen harcoltak és elszenvedték első győzelmüket. Minimális arányban 5,5-4,5-re le tudták győzni a helyi csapatot, fehérgyarmatot. A nyíregyházi sakkiskola vaját fogadta odahaza, a papírforma helyi győzelmet ígért, a sakkiskola azonban mondhatjuk akár azt is, hogy betlizett, mivel csak minimális arányban tudta legyőzni a Hajdú megyei vendégjátékosokkal megerősített vajai csapatot, tehát 5,5-4,5-re tudott győzni a helyi csapat. A forduló sláger mérkőzése a megye két legerősebb csapata, két legerősebb megyei csapatbajnokságban játszó csapata, az NB2-ből nemrég kiesett Piremon, és a kisvárdai Refi SC-nek a mérkőzése volt. A sláger mérkőzésen arra kérdésre igyekeztünk választ kapni, hogy a Refi meg tudja állítani a mérkőzésről mérkőzésre diadalmaskodó Piremont, fel tudja borítani kissé a papírformát, vagy pedig nem tudja elvitatni a Piremonnak a bajnoki címét. Ez utóbbi történt, a Piremon 7-3-ra le tudta győzni a Refi SC-t, és ezzel a bajnoki címnek a sorsa tulajdonképpen már a negyedik fordulóban mondhatni eldőlt. Az ötödik fordulóban is születtek különösebb, illetve küzdelmes eredmények. A nagyhalász a sakkiskolától 2,5 pontot tudott elvenni, úgy szintén a fehérgyarmat, a Refi SC-től tudott 3,5 pontot elvenni, és a Nyírbátor is 2,5 pontot tudott elvenni a Piremon SC-től. Ez utóbbi eredmény is azért érdekes, mert a Refi SC 3 pontot tudott elérni a Piremon ellen, míg a nyírbátori sárkányok csupán 0,5 ponttal kevesebbet, pedig a Refi és a Nyírbátor között azért nagyobb különbség van, jóval nagyobb különbség van 0,5 ponttól. A hatodik fordulóban két olyan csapat találkozott, amelyik erősen rivalizál egymással. A kisvárdai Refi SC mérkőzött meg a nyíregyházi sakkiskola második csapatával. Mindkét csapat igyekezett a legjobban kiállni, a sakkiskolások is csupán egy-két játékosukat nélkülözték az erősebb játékosokból. A papírforma a kisvárdaiaknak, tehát a vendégcsapatnak a győzelmét ígérte. Óriási küzdelemnek voltunk a szemtanúi, kihegyezett küzdelemben 8 döntetlen született, emellett két sakkiskolás győzelemmel a sakkiskola 6-4-re kasszírozta a papírformával szemben a mérkőzést. És a 8 döntetlen igazán nem szalon döntetlen volt, hiszen azért az 5. órában is születtek döntetlenek. Péter, te is szemtanúja voltál ennek a mérkőzésnek. Hát kifejezetten nagyon parázs, izgalmas mérkőzést láthattunk. A küzdelem ugye a tetőfokára hágott. Én úgy gondolom, hogy voltak esélyei a kisvárdai SC-nek is, és ugye a nyíregyházi sakkiskolának is. Nagyon, nagyon élve és nagyon jó partik voltak, színvonalas, jó partikat játszottak a ifjúsági játékosok is, és ugye jó egy-két gyorsabb döntetlen mellett nagyon-nagyon jó játszmákat láthattunk, akár ugye a két nyertes partit is, ha nézzük, de egy-két nyerést még ezen felül kihagytak a nyíregyházi sakkiskola játékosai. Tehát lehetett volna egy picit
Nagyobb ez a győzelem, nagyobb arányú a győzelem, de lehetett volna, hogyha ugye a Kisvárda Jesszi használja ki egy-két partiban a lehetőségét, akkor talán egy picit szorosabb is lehetett volna. Én úgy gondolom, ez a 6-4 végül is reál is lett, és ezzel ugye nagyon izgalmassá vált a második, harmadik, negyedik helyért folytatott küzdelem, amelybe ugye a Kisvárda Jesszén kívül még a Dávid Eszi fog beleszólni, vagy szólhat bele az érmes helyezésekbe. Ugye ők tavaly holt versenyben végeztek a második helyen, és második lett az ezüstérem a Kisvárdai SC-vel, és ugye mindegyhez a sakkiskolát a negyedik. Most ugye ugyanez a négy csapat játszik. Ami érdekes lehet, hogy ugye a Piremon SC valószínűleg megint bajnok lesz, ugye én úgy gondolom 99,9%, hogy megnyerik ezt a bajnokságot, hiszen ők úgy mondhatnám, hogy NB2-es csapattal játszanak itt a megyében. Meglátjuk, hogy alakul, hogy nem alakul ugye az NB2-es csoportnak az alakulása, meg az NB1-ből melyik csapat hogy esik ki, mint esik ki, de reményeink szerint, ha osztályzóra kerül sor meg ismételten, akkor fel tud jutni a Piremon csapata, és ismét három csapat játszott majd az NB2-ben Piremonnal együtt. Erről nyilván beszámolunk majd a valamelyik tavaszi adásunkban, amikor az osztályozó mérkőzésekre, NB2-be jutásért vívandó osztályozó mérkőzésekre kerül sor. Azt azonban el kell, hogy ismerjük, hogy a Piremon 99,99%, hogy megnyeri a megyei csapatbajnokságot, hiszen 6 forduló után, amelyben már volt a Piremon szabadnapos, 39,5 ponttal vezeti a tabellát, második a sakkiskola második csapata, 32,5 ponttal, harmadik helyen a Vaja van, 31 ponttal, ha jól emlékszem, de a Vaja 6 mérkőzést vívott, tehát még nem volt szabadnapos, a Vaja vissza fog esni a küzdelemben, mögötte van a Refi, a kisvárdai Refi, 30,5 ponttal, negyedik helyen, és ötödik helyen a tavalyi ezüstérmes Dávid SC 27,5 ponttal. Három forduló lebonyolítására került sor az NB2 küzdelmeiben is. Megyénkben két csapat képviseli a Szabolcs megyei sakkultúrát az NB2-ben, a Tiszavasvári Ese és a Nyíregyházi Sakkiskola első csapata. A legelső fordulóról, amelyről tudósítunk most, a Tiszavasvárinak volt nehezebb feladata, sőt a legnehezebb feladata, hiszen a bajnokság esélyesével, a miskolci kisbocsokkal vívott egy mérkőzést. Hát a miskolciaknak a csapatáról és a csapat erejéről azt hiszem elég annyit mondani, hogy ifi táblán, az utolsó előtti táblán is női fidemester tudnak szerepeltetni, egy fiatal feltörekvő hölgyet, és Tiszavasvári csapatát szinte minden táblán jóval felülmúlták értékszámban és tudásban. A 9-3-as végeredmény az nagyarányú tiszavasvári vereségnek minősíthető, de valójában ez egy tisztes helytállás volt. A Nyíregyházi sakkiskola odahaza fogadta a mezőkövesdi csapatot, a papírforma szintén helyi sikert jósolt. A Nyíregyházi sakkiskola nagyszerű győzelmet aratott, 8,5-3,5 arányban le tudta győzni a mezőkövesdi csapatot. Voltak ott is rendkívül izgalmas partik, és rendkívül szép és meggyőző nyerések. Ezekről azt hiszem Péter nagymester fog majd tudósítani egy-egy partit nem sokára. A következő fordulóban a tiszavasvári csapata a debreceni sakbarátokkal mérkőzött meg. A debreceni sakbarátok szintén egy rendkívül erős csapat, nemrégiben még egy osztálya fentebb szerepelt, onnan esett ki, bár egy-két játékos eligazolt onnan, de mégis meglehetősen erős csapat, mesterekkel és erős mesterjelöltekkel tűzdelve. A tiszavasvári csapat kikapott ugyan 7-5-re, de ez egy, én azt hiszem, ez egy nagyon szép eredmény Tiszavasvárinak. Tehát a debreceniektől 5 pontot elrabolni, ez egy csodaszép eredmény. A saját csapatomról, a sakkiskoláról, mert ott én vagyok az NB2-es csapatnak a kapitánya, nem tudok ilyen örömmel beszámolni. Hajdúszoboszlóra mentünk, ahol a
korábban szebb napokat élő hajdúszoboszlói csapattal mérkőztünk meg. Természetesen nem gyenge a hajdúszoboszlói csapat is, én azonban nagyon bíztam abban, hogy sikerül legyőzni a helyi csapatot, esetleg akár még nagyobb arányban is. Ez elmaradt. Részben nekem köszönhetően, ugyanis mint Péter nagymester utána is mutatta nekem az állásnak a rejtelmeit, bár én is tudtam, hogy hol hibáztam el, egy teljesen nyert állást vesztettem el, és így sikerült a 7-5-ös győzelem helyett 6-6-ra végeznünk Hajdúszoboszlón. Egy-két napja zajlott az NB2 9. fordulója, amikor is a sakkiskola csapata az igen erős hajdúböszörményi csapatot fogadta. A sakkiskola 3 erős mesterét volt kénytelen nélkülözni, a böszörményiek pedig egy nagymestert, egy kubai nagymestert, Ramirezt nem tudtak leültetni, illetőleg egy fidemestert nem tudtak leültetni. Az első táblájukon egy mexikói nemzetközi mester, Julián Nieto Estrada játszott. Táblánkénti összehasonlításban a papírforma, én azt hiszem, hogy böszörményi sikert jósolt. Óriási küzdelemnek voltunk a szemtanúi, és végül is a sakkiskola kikapott, de hogyan. 5,5-4,5-re vezetett a hajdúböszörmény, amikor még 2 partink ment. A második táblán Gály József fidemester, ami Orosz Róbert fidemesterünket masszírozta egy egyenlő bástya végjátékban, és a 7. táblán pedig a mi játékosunk gyalogelőnyös, nyertnek tűnő állást játszotta a böszörményiek mesterjelöltjével szemben. Én, mint csapatkapitány, kombinált döntetlen ajánlatot is kaptam, hogy adjuk mind a 2 partit döntetlenre, amit én elutasítottam, mert úgy gondolom, joggal éreztem, hogy a 2. táblán döntetlen lesz a bástya végjáték, és a 7. táblán pedig nyerni fogunk. Azonban nem is tudom, hogy pontosan mi történt, a játékosaink elbizonytalanodtak, megzavarodtak. 1,5 pont helyett, tehát 1 győzelem és 1 döntetlen helyett mindkét partit elvesztettük, így az óriási siker, a 6-6-os döntetlen elmaradt, és 7,5-4,5-re kaptunk ki. Péter, neked is voltak értesüléseid erről a meccsről, nem is tudom, hogy mit tudnál ehhez a mérkőzéshez mondani kommentárként. Annyi, megfordult 2 parti, azt a döntetlent hozzuk, meg ha azt a partit, ahol egy gyalogfor és teljesen nyertállás van, megnyerjük, akkor 6-6 lett volna, ami én úgy gondolom, hogy reális eredmény lett volna. Sajnos vannak ilyen partik, ahol ugye egy-egy rosszabb lépés, gyengébb lépés miatt ugye a jó állás hirtelen összeomlik, és ugye nyerés helyett vesztés lesz. Ez ugye van, amikor elmegy, van, amikor jön, van, amikor szerencsénk van, van, amikor ugye be kell a sakkozónak, vagy a csapatnak. Én azt szoktam mondani, hogy ezek általában kiegyenlítődnek, ami megy, az majd fog jönni. Most éppen egy ilyen szériában vagyunk, ahol éppen mennek ezek a pontok. Semmi különösebb nincs, én úgy gondolom, hogy ugye most 5. helyen áll a sakkiskola. Ez most úgy tűnik, hogy nem nagyon lehet előrébb kerülni, meg hátrébb se, tehát valószínűleg ez az 5. hely, ez egy tisztes jó eredmény. Egy tisztes szép eredmény. A Tiszavasvári a 9. helyen áll, az is egy tisztes szép eredmény. Egyébként, amit mondtál, hogy megfordulnak a partik, és hosszú távon kiegyenlítődik, ehhez még egy személyes élményt hadd mondjak, ugyanis ellen kell, hogy mondjak neked, pár perccel ezelőtt azt mondtad, hogy 2 érdekes, jó küzdelemmel nyert a megyei csapatbajnokságban a sakkiskola 2. csapata a Refivel szemben. Én itt magamat érintően nem értek egyet, mert nekem vesztenem kellett volna igazából a Refi ellen az 1. táblán. Az ellenfelem valószínűleg elfáradt, és belelépett egy trükkbe, ami miatt azonnal vesztett, és ezt a partit kommentáltad úgy, hogy amit elvesztettem Hajdúszoboszlón, fatális elnézése, ugyanez jött vissza a Refi ellen egy másik partiban. Tehát ezek az emberi tényező miatti csalódások és sikerek hosszú távon kiegyenlítődnek. Igen, hogyha így nézzük, tehát ott, ha így nézzük, akkor ugye 5-5 lehetett volna, de mondjuk voltak olyan partik, amik mi jártunk jobban. 3 partiban döntetlen helyet nyerhettünk volna, igen, de hát igen, a sakkot emberek játsszák, és az ember időnként, ha nem a legjobbat, de 2., 3. legjobbat lépés, kicsúszik a kezéből a győzelem. Egyéb iránt a
az NB2 9. fordulójában a tiszavasvári csapatról is meg kell emlékeznünk, Sajó Szentpéterre látogatott, ahol a házigazda csapat, én azt hiszem gyengébbnek minősíthető, mint a tiszavasvári csapat, és bizakodtunk benne, hogy a tiszavasváriak le tudják győzni a Sajó Szentpétert. Sajnos ez nem így történt, egy-két parti elcsúszott, és minimális arányban 6,5-5,5-re vereséget szenvedett a tiszavasvári csapat a Sajó Szentpéteriek otthonában. Milyen partival számolsz be nekünk az NB2-es küzdelmeiről? Hát az előző fordulóból választottam egy-két partit. Itt még visszatérve ehhez a mérkőzéshez, ugye azt kell tudni, hogy a Sajó Bábonyi csapat a kiesés ellen menekült, tehát ilyenkor ugye megsokszorozódik idézőjelben a küzdőszellemük, tehát hogy még az utolsó leheletükig küzdenek, hogy hát, ha nem esnek ki. És úgy gondolom, hogy ezzel a minimális győzelemmel még nem nyugodhat meg a tiszavasvári sem. Ugye van egy nagyon erős mérkőzésük a DVTK ellen, amelyik csapat a második helyen áll. ott egy nagyon tisztességes, szép eredményt kellene elérni, de így gyakorlatilag a 9. és 12. hely között van 4,5 pont, ami azt jelenti, hogy egy rosszabb eredménnyel azonnal kieső helyre lehet kerülni. Tehát ugye én úgy gondolom, hogy ez a négy csapat, ebből a négy csapatból fog valami kiesni. Valószínűleg a Tiszavasvárit bízom benne, de azért nagyon oda kell tenni. Nagyon bízom benne. Igen, tehát ők nem fognak, de azért egy DBTK ellen nagyon oda kell figyelni, és minél több pontot kell szerezni. Az utolsóban meg azt hiszem pont a Sajó Bámai csapat ellen játszanak majd, ugye kiesési rangadót, tehát minden a kezükben van, hogy ne essenek ki, de egy-egy jobb eredménnyel simán előrébb lehet kerülni, de ott van még a Kazincbarcika, meg a Mezőkövesd, amelyik ugye fél pontra került, nagy arányban vesztett az első helyzet Kisbocsok ellen. Tehát itt még nagyon izgalmasan fog alakulni ez az utolsó két forduló. Remélhetőleg pozitívan, én ebben azt mondom, hogy eléggé biztos vagyok, de ugye a sakban bármi megtörténhet, és amíg nincs beírva az a pont, meg amíg nem marad bent az egyesület, addig bármi megtörténhet. Hát bízunk benne, hogy a szabolcsi csapatok megfelelően szerepelnek az elvárásnak, megfelelően, illetőleg afelett az NB2 küzdelmeiben. Javaslom, akkor most sakkozzunk. Jó. Én egy a nyíltan sakkiskola egyik vendégjátékosának, Vahilának, vagy Vacsiljának a partiját szeretném bemutatni, aki egy fiatal játékos, és nagyon erősen játszik. Egy kifejezetten jó partit játszott világossal, úgyhogy kezdjük ezzel a játszmával. Tehát ezt a partit a Mezőkövesd elleni mérkőzésen játszott a játékosunk, és Hunkó György volt az ellenfél. Egy kifejezetten jó támadó állás fogunk látni, ahol ha Fekete jót lépett volna, akkor azért bármi lehetett volna a végeredmény, de egy elég nagy hibát kihasználva végül szépen nyert világossal, ugye André E4-gyel nyitott a király gyaloggal, amire következett E5, huszár F3-mal folytatta ugye fehér, huszár C6 következett, amire futó B5-tel, ugye spanyol megnyitás főváltozatot láthatjuk. A6-tal folytatta fekete, amire futó A4-gyel visszavonult, ez a futó huszár F6-tal fejlődött fekete, elsáncolt világos, B5 következett, és futó B3-ra futó E7. Ez a főváltozat a laplépéseit, bástya egyet szoktak a legtöbben, leggyakrabban játszani, ez a legnépszerűbb lépés. A4-gyel egy picit mellékváltozatban terelte világos a partit, de egy logikus lépés, de ugye ez már inkább egy ritkábban játszott változat, amivel meg is lepte egy kicsit feketét világos. Következett A4, amire futó B7 jött, és ugye D4-gyel azonnal a centrumban próbálkozott világos, ez is egy kifejezetten jó lépés. Huszár C3 következett,
vagyis bocsánat, D6-ra következett huszár C3, ugye fejlődött világos, és B4-re pedig a centrumba helyezte ezt a lovat, világos huszár D5 következett, amire A5-tel megvitte a B4 gyalogot, bástya egyel folytatta világos, ugye az tehát itt ugye A5 helyett nem lett volna jó sötét részéről, hogyha leüti az E4 gyalogot az F6 huszárral. Hát arra bástya egy is következhet, ugye az E7-en is üthetek, és ott ugye az E-vonalon ott rányílik, tehát ezek nem szoktak jó lépések. Könnyelmű gyalograblás lett volna. Igen. Ott az E5, F7 pont felé is elég nagy támadást intézhetett volna világos, úgyhogy azt nem merte felvállalni. Jobb zárva tartani az E-vonalat. Igen, mindenképp egyértelműen. Sánccal folytatódott feketével a játszma, ugye C3-mal a centrumot ugye megtartotta világos, B üti C3 következett, amire bástya E8 jött. Na ez már nem annyira jó lépés, itt több érdekes lehetőség is lett volna. Az egyik, ami nagyon izgalmas, huszár G5 azonnal jöhetett volna, és huszár üti F7 tervvel kapcsolatban, ugye ez a bástya E8-a meggyengítette az F7 gyalogot, és hogyha például huszár G5-re huszár üti D5 jönne, akkor arra huszár üti F7 jöhetett volna, majd futó üti D5-re nagyon nagy támadást kaphatott volna ott világos. Egyelőre bástya B1-et ugye bele közbeiktatta fehér, ugye a B7 futó. Ez is egy tartalmas lépés tehát. Igen, de itt most azt hiszem, hogy itt lett volna egy jobb lépése feketének, mint ez a bástya B8, mert jött bástya B8, és egész egyszerűen ugye megvédte a B7 futót, erre már a huszár G5 megjöhetett, és a bástya F8 nem, nincs más, egyszerűen huszár üti F7-et nem tudja bűnbánó másképp védeni. Bűnbánó visszakozás, tehát fölösleges volt a bástya F8, vissza kellett lépni, igen. És két tempót adott ezzel világosnak. Két tempót, és ugye most ezzel jönnek a tisztek támadó helyzetbe, ugye következett huszár üti F6, futó üti F6, ugye vissza kellett ütni, és vezér H5-tel, ugye a vezér azonnal kiment és támadó helyzetbe került, amire futó üti G5 nem volt más lépés, ugye a H7 mattot kivédeni és az F7 gyalogot is védeni egyben, futó üti G5 jött, és vezér E8-ra, gyakorlatilag bástya E3 érkezett. Tehát nézzük meg, hogy világosnak a futópárja ott lebzsel a királyállás környékén, ott van a vezér is már támadó pozícióban, és akkor most vacsilja a következő lépésével azt mondja, hogy na milyen tisztem nem vesz még részt a király elleni támadásban, igen. Azokat hozom is, bevetem a front első, hát igen. Első vonalában. Tehát ha megnézzük, ugye a B3 futó támad, a G5 futó, a H5 vezér, és hozok egy negyedik figurát, ugye a bástyámat is E3-ra, amíg feketének ugye az F8 bástya idézőjelben most nem védi, jó, az F7-et védi, de az nem védi a királyát. Ugye most hirtelen nagyon gyors áldozatokkal, pillanatok alatt vége lett a partinak, de azt hiszem egy jó léphetett volna fekete, akkor talán még jó eséllyel játszhatott volna. Most futó C8-at lépte, ami logikus lépés, ugye a B3 futót ugye elvégbe kötésben tartja, és nem engedi H3-ra a bástyát. Na most itt lehet, hogy a legjobb lépés, ami talán azonnal nyerne, az futó F6 lenne. Ugye, ami jött a partiban is, csak kicsit később. Most azonnal bástya G3-at lépte, fehér, és ugye most nincs más futó F6 fenyeget, király H8-al kiment ugye itt a G-vonalból, a bástya vonalából ez a király. Ez jó kérdés, hogy miatt talán még mindig futó F6 lenne amúgy egy nagyon erős lépés, és ha leüti, akkor pedig vezér H6-tal gyakorlatilag védhetetlen mat van. Vagy nem üthető vagy, a futó igen, F6. Hát, amúgy meg, tehát elég nehéz ott hogyan jönni, ugye, miként előre menni. Azt hiszem talán, hogy futó F6-ra bástya G8 egyetlen, de arra meg az F7 gyalogot tudnám ütni. Futó F6, G-üti F6, vezér H6-ot, azt nem látom, hogy vezér G-t mattot, vagy vezér üti F6-ot hogyan tudná védeni fekete. Tehát egész egyszerűen, ha bástya G8-at lép, akkor vezér üti F6, csak bástya G-t, vezér üti G7 mattal. Tehát ezt nem látom. Mindenesetre egy futó C2-t lépte, ami furcsa lépés volt számomra, amire bástya üti B1 következett, futó üti B1-et gyakorlatilag hagyott egy védő lépésre időt,
Feketének, ugye futóval visszaütöttük a bástyát, és most, hogyha ugye, hát nem a gyalogot nézi, és ugye elüti D4-et lépte volna, hanem F6-tal ugye megnyitja a vezérek még között az átlót, akkor az valószínűleg egy egyenlő végjátékot kellett volna játszani a fehérnek. Tehát F6 után valószínűleg teljesen egyenlő lett volna az állás. Most ugye fekete ráment itt a gyalogra, elüti D4-et lépte, és ugye az volt a terve, hogy valahogy nem is értem, hogy jön, és utána esetleg leütni. Nem esetleg arról van szó, hogy arra számított, hogy világos C3 üt D4, huszár üt D4, és akkor a huszár beáll E6-ra óvni a G7. A G7 lehet, hogy úgy akarta talán hozni. Talán ilyesmit gondolhatott. De hát ugye F6-tal konkrétan ugye mindent kivédett volna, és a vezéreket lecseréltük volna. Tehát, tehát itt pedig ugye, amiről már beszéltünk, elüti D4 után futó F6 következett, és gyakorlatilag itt fel lehetett adni futó F6-ra, amit meg is tett fekete, hogy egész egyszerűen az ütésre, tehát a G üti F6-ra, vezér H6 következik, és vége van, hogy a vezér G7 mattot, és a vezér üti F6-ot nem tudja egyszerre kivédeni fekete, és ez egy látványos lépés, ez a futó F6, amit persze el lehet nézni, és egy kifejezetten jó támadó partit láthattunk, ahol ugye nagyon sok tiszt támadta azt a fekete királyt. Én ez is választottam ezt, hogy hogyan hozzuk a tisztjeinket, hogyan alakítsunk ki túlsúlyt az ellenfél királya körül, és ugye ezt hogyan tudjuk ugye esetleg áldozatokkal kihasználni. És milyen pszichés következményekkel jár egy ilyen erős király elleni támadás, tehát sötétnek a D4 pontra való ütését nem nagyon tudtuk megmagyarázni, csak találgattunk, hogy ugye a huszárt akarja esetleg visszahozni, vagy sem. Minden esetre az E5 üt D4 már lehetőséget ad arra, hogy világos megtolja az E4 gyalogot E5-re, feltárja a futó átlóját, amelyik már az F7 pontra kacsingat. Tehát, hát igen, de ott még esetleg, hogyha eltött lépnék, még F5-tel lehet, hogy tudnék védekezni. Itt igazából inkább az, hogy egy felesleges lépés, ugye nem ott zajlik a játék, ugye idézőjelben a centrumban, hanem a király szárnyon zajlik a játék. Sötét. És egy ilyen felesleges lépés gyakorlatilag azonnal a partiba kerülhet. Tehát mindig olyan lépéseket keressünk, amivel ugye ezt a támadást hogyan tudnánk megakadályozni. Az ilyen idézőjelben felesleges lépések, ugye értelmetlen lépések azonnal játszmába kerülnek, és ezt láttuk most itt. Tehát ugye minden lépésnek a tervbe kell beleilleni. Ennyi fért a mai adásunkba. Tisztelt nézőink, köszönjük a figyelmüket, remélem jól szórakoztak, viszontlátásra. Viszontlátásra.